nagyon fontos szempont és cél az, hogy a fogyatékossággal élő honfitársaink, a fogyatékossággal élő emberek is részt tudjanak venni a nem olyan sokára június 14-én induló 17. FINA vizes világbajnokságon. Ott tudjanak lenni és méltó módon tudjanak szurkolni ezen a sporteseményen, amely hazánk történetének eddigi legnagyobb sporteseménye. A fogyatékos emberek szervezeteinek tanácsa a FEST keresett meg azzal az észrevétellel, hogy az elmúlt napokban az volt elmondható, hogy a kerekesszékesek csak a hivatalos jegyárusító helyszíneken tudják megvásárolni a belépőjegyeket, és hát ez azért nyilvánvalóan jelentősen nehezebb és körülményesebb számukra, mint a nem kerekesszékes honfitársaink számára. Ezért mi azt kezdeményeztük a szervezők irányába, hogy a kerekesszékesek az interneten keresztül online is megvásárolhassák ezeket a jegyeket, mert hogy alapelvünk az, hogy ne csak a sporteseménynek a helyszíne legyen akadálymentes, hanem a jegyvásárlás is akadálymentessé váljon e tekintetben. Megkerestük ezzel kapcsolatban a szervezőbizottságot, a szervezőbizottság vezetőjét, Sesták Miklós miniszter úr, aki a szervezőbizottságot vezeti, és az ő személyes közbenjárására a mai napon örömmel jelentetem, hogy mától a kerekesszékesek az interneten keresztül is megvásárolhatják a jegyeket az úszó világbajnokságra. Azokat a jegyeket, amelyekkel majd részt vehetnek és méltó módon szurkolhatnak a vizes világbajnokságon.